Szeptember utolsó hétvégéjén rendezte meg a Szadai Önkormányzat a már hagyományos szüreti programsorozatát. Szada nagyközség az eseménnyel csatlakozott az országosan meghirdetett Itthon vagy Magyarország szeretlek című televíziós műsorfolyamhoz is. Ezek a programok itt Szadán, akár úgy is fordíthatónak, hogy Itthon vagyok, szeretlek Szada, és megpróbáltunk csupa olyan programot ez alkalomból összehozni, ami a családokat és minden korosztályt megszólít itt nálunk. És hát volt egy nagyon kedvező dolog is számunkra, hogy kiírtak egy pályázatot, ami azt jelenti, hogy ha minőségi programok tudnak megjelenni ezen műsorfolyamban, akkor azt támogatni is tudják. Itt pályáztunk, és sikerrel. A szombati napon a déli órákban, a Székelykertben szüreti ételek főzőversenyén vehettek részt a vállalkozó szelleműek. Mit ötlöttek ki, milyen finomat készítenek? Most jelen pillanatban csirkepörkölt cigányosan. Ennek van egy titka, mert külön kell készíteni a csirkepörköltet, és külön kell készíteni a túrós tésztát, mert úgy jön össze, hogy a tésztára kell rárakni a csirkepörköltet. Ez a Szadai Lovas Egyesületnek a csapata. Szadai lovas pörköltet csinálunk zöldséges kölessel. Mire számítanak, mennyire lesz ez népszerű? Tavaly már főztük ugyanezt, és ízlett, úgyhogy reméljük, hogy most is fog ízleni mindenkinek. Mit főzött, milyen finomságot, és milyen sikere volt? Bajai halászlét főztem, 40 adagot vállaltam be, és 3 órára a zsűrizésre alig tudtam a zsűrinek egy tál halászlevet felajánlani, mert akkora sikere volt a szadaiak körében, hogy 40 adag halászlé perceken belül elfogyott. A Szadai Szőlészet és Borászati Egyesület ismét kivonult, hiszen mikor nem, ha nem a szüreti felvonuláson, hogy főzzön valamit, illetve biztos nagyon finom borkóstolót tud kínálni. Hát ez nekünk kötelező ilyenkor megjelenni, ilyen alkalmakor, pláne a szüreti felvonuláson. Most az alkalomhoz illően nagyon finom báránypörkölt, illetve birkapörköltet csináltunk. És milyen a hangulat? Nagyon jó szokott lenni, mindig fergeteges, és minden alkalommal keresik a borászokat, akár főzés, akár a jóbori vásárból. Mi mindent találunk itt az asztalon? Van csörögefánkunk, van valamilyen sósütik, igazándiból ez egy baráti társaságnak a bulia volt, amit először otthon szerveztünk volna, majd a szüret egy jó alkalom volt arra, hogy akkor inkább itt kint. Úgyhogy most várjuk a többieket, a kis iskolástársaknak a szüleit, hogy jöjjenek, és akkor együtt főzöcskézünk, sütögetünk tovább. A Szadai Népi Együttes úgy látni, hogy nem bográccsal vonult ki a rendezvényre, hanem nagyon finom süteményekkel. Milyen süteményekkel, kik készítették ezt, és milyen célból? 2 éve gondoltuk úgy, hogy a csoport önmagának is egy kis pénzt gyűjtsön, és ezért azt találtuk ki, hogy a csoport tagjai készítenek, sütnek otthon süteményt. Igyekszünk ilyen régebbi, tehát nem krémes, meg mostani süteményeket, hanem itt szüleinktől tanultunk, olyan süteményeket hozunk, és akkor kínáljuk a vendégeknek. Délután a Szadai Népi Együttes zenés-táncos hivogatójával, bort kínálva, a napórától indult a szüreti felvonulás. Kinek varrott babám azt a csipkés kendőt? Néked varrom, hogy legyél szerető. 4 sarkában 400 szagoshoz maringot. Közepében babám, hogy a tied vagyok. 4 sarkában 400 szagoshoz maringot. Közepében babám, hogy a tiéd vagyok. A programot színesítette a kosár és gyékényfonó, és persze nem maradhatott el a finom étkek megkóstolása sem. A kürtös kalács, a lángos illata mindenkit evésre csábított, no és a mustkóstoló, a fröccsök elmaradhatatlan vonzerővel bírtak a szüreti ünnepségem.
A gyerekeket a szabadtéri színpadon bábszínházi műsor várta, a felnőttek borkóstolón vehettek részt az esemény borutcáján a Szadai Borászok Egyesülete közreműködésével. Te voltál az igazi szerepünk, bocsáss meg, ha valaha vétettem, ellenedre babám rosszat cselekedtem. Kinek arról babám azt a csipés kendőt, néked varrom, hogy legyél szeretőm, négy sarkába a szüretelők koszorújának fogadása mindig nagyon látványos része az ünnepnapnak. A koszorút Oroszi Sándor alpolgármester vette át, majd köszöntötte a Nemzeti Vágtán harmadik helyezést elért Galántai Attillát. Az Érika Szőlő című programot szadai óvodások, iskolások és a helyi népi együttes táncos műsora tette igazán gazdaggá. Az eseményen ünnepélyes keretek között bejelentették, hogy a tánccsoportot Ciberéné Szitó Máriára emlékezve Szadai Cibere Néptánc Együttesre keresztelték. Hát úgy látom, hogy döntő többsége szadai, de van egy elenyésző többség, mint mindig, minden rendezvényükön. Most már hírünk van a környékben, és Gödöllőről, Versetyánról nagyon szívesen látogatják a rendezvényeinket, ami számunkra pozitív, de azért szeretnénk, ha a szadai lakosság döntő többsége lenne itt, és hát éreznék azt a gondoskodást, azt a figyelmet, amit az önkormányzat ugye részükre biztosít. A nap végén a háromtagú zsűri értékelte a szüreti főzőversenyt, és arany, ezüst és bronz fakanállal díjazták a főzőket. A zsűri tagjai Petneházi Balázs önkormányzati képviselő, Illés Andrásné volt élelmezésvezető, valamint Szűcs Sándor szadai vendéglős, aki minden évben megvendégeli a szüreti felvonuláson résztvevőket. Az idén babgulyással készült a fogadója. Igazából szabadtűzön bográcsban elkészíthető ételeket készítettek a csapatok, nyilván ez meghatározza alapvetően az ételeknek a fajtáját. Hát nagyon nehéz volt idén is a feladat, nagyon sok étel, nagyon finom ételek voltak, úgyhogy nehéz volt a döntés, de hát nyilván ez egy verseny és helyezettek kellenek, hogy legyenek. A Szadai Nyugdíjas Klub nyerte egyébként ezt a főzőversenyt a Szadai Szüretes nevezetű ételükkel, ami egy zuzából, sertéslapockából és gombából álló pörkölt alapú étel volt, tarhonyával tálalva, nagyon ízletes volt. Nagyon-nagyon jó ételeket főztek a csapatok, tartalmas, különleges ételeket, nagyon odafigyeltek rá és nagyon finomak lettek. Szombaton a kora esti órákban családi táncház vette kezdetét, majd Molnár Zoltán zenéjére késő éjszakába nyúlva mulathattak a szadaiak. Szerintem az elmúlt évek egyik legsikeresebb szüreti felvonulásán és szüreti rendezvényen vagyunk túl. Hát nyilvánvalóan egy közösség építése szempontjából egy nagyon fontos esemény, hogy a hagyományainkat megtartva megpróbáljuk a lakosságot minél szélesebb körbe bevonni egy ilyen rendezvénybe. Volt egy nagyon jó hangulat és nagy létszámú főzőversenyünk, 10 csapat indult, nagyon-nagyon minőségi ételekkel, majd egy nagyon minőségi műsort adtak elő a óvodásaink, iskolásaink, majd a hagyományozó együttesünk, és hát most nyilvánvaló könnyedebb szórakozás van éppen folyamatban. Estig mindenki itt van, nagyon sok gyerek van, nagyon örülünk annak, hogy a nem csak a régi szadai családokból, hanem a betelekülőkből is sok család részt vesz ezen a rendezvényen, úgyhogy összességében nagyon sikeresnek értékeljük ezt a eseményt. A rendezvénysorozat vasárnap délután a Tüzet viszek című játszóház előadásával folytatódott. A Merende Manufaktúra tüzes játékokkal szórakoztatta a nagy érdeműt, este tűzszínházi bemutató, majd nagy mágiagyújtás és táncház volt.
Tüzes népszokásokat kínáltunk itt a Szent Mihály nap alkalmából, itt Szadán. Olyan népszokásokat, amelyek jeles napokhoz vagy gonoszjáró napokhoz kapcsolódnak, és amelyet a régiek tettek, eljátszottunk. A tűzzel lejátszottunk a gondolattal, tűzes karikát elegettünk, tűzes seprűt dobálgattunk egymásnak, és a résztvevőkkel közösen természetesen tüzet csóváltunk, és parazsas fazekat dobálhattak itt a segítségünkkel. Anyukák, apukák, párok kapcsolatban élünk. A kétnapos szadai szüreti mulatság a Balkán fanatik fergeteges koncertjével zárult.